Poldi néni olyan, mint a te nagymamád volt? Horváth Margitot kérdezem erről. Hú, de érdekes. Szerintem nem. Az én nagymamám nem ilyen volt, az apai nagymamám, az anyait viszont nem ismertem. Arról el tudom képzelni, mert a fotóról látván ilyen húsoska volt, telt karcsú. Tehát el tudom képzelni, hogy a másik, az apai nagyanyám, az ilyen nagyon szikár asszony volt. És nem volt ez a fajta melegség. Kedves volt-e minden, de nem így viselt. Tudod, olyan igen, hogy így oda megy és megrángat, és nem, olyan nem volt. Ő olyan kis arisztokratikus volt, inkább így mondanám, ez egy nagyon jó jelző. Tényleg olyan volt az apai nagymama. A másikat meg sajnos nem ismertem. Poldi néni egy nagyon szeretnivaló feleség, egy szeretnivaló szomszéd. Hogy veszik őt a gyerekek? Én azt érzem, hogy nagyon szeretik, hogy még azt se bánják, vagy legalábbis megértik, hogy annyira szórakozott, hogy mindig fontosabb minden, kvázi a virágokkal való foglalatoskodás, mint hogy főzön egy vacsorát, tehát hogy főtétel legyen, ezért aztán mindig lekváros kenyér van. Tehát hogy nem érzem azt, hogy a gyerekekben valamiféle elmarasztalás lenne, vagy, hanem úgy szeretik. Igen, szeretik. Igen, hogy mind a jó, gyerek maradtam volna. Jó így terebélyesnek lenni, lassúnak lenni. Nagyon, igen. De nem vagyok lassú. Haza a képzeld el, mert pont azt hiszem, hogy én vagyok az, aki így már mondtam is a többieknek, hogy gyerekek, mint egy duraszel, itt jövök, megyek. Míg a Poldi bácsi, ő lassú, komótos, tehát ő olyan, de én azért pörgök rendesen, tehát jövök, megyek. Tehát, hogy a színpadon is olyan gyors a mozgásom, nem ez a... Mert hogy azért nem úgy nagymama, arról mindig elfeledkezünk, azért ez 60 évesek, hát azok egyen. Még aktívak. De öregebbnek látszanak, vagy mutatják. De mégis, igen. Jó kis ráérős életük volt, gondolom Janikovszki Éva előtt ezek a minták voltak. Így amikor van, amikor korán igen. mentek nyugdíjba is, olyan igen, idősnek látszottak, igen, korosnak igen, látszottak igen. a nagyszülők. Igen, én is így gondolom. Igen, meg hát ez a, tudod, ez a most a lépcsőházi hangulat, de akkor meg ezek a nagy régi házak, ezek a polgári lakások, tudod, ahogyan ott úgy léteztek a folyóson. Ez nekem egy picit hiányzik is a miénkből, a Pusival pont erről beszéltünk, hogy jobb lett volna még, de még ez alakulat, mert annyi előadás van benne, hogy esetleg nyitott ajtók legyenek, hogy kvázi halljuk, hogy mi történik a házon belül, mert ez egy, mint egy közös nagy szoba lenne, mint te tudod, ez lenne a nappali, ahol létezünk, csak mindenki... Az udvar. Igen, az udvar, igen, az a nappali. Így van, igen. Tehát formáljátok még az idők folyamán ezt az előadást, leültök, és van újabb ötletetek, így van, mert hogy így szeretitek. Van. Igen, nap mint nap, komoly előadás alatt is oda megyünk egymáshoz, és így jönnek az ötletek és a gondolatok. Úgyhogy azért, aki megnézi többször, mindig megtalálhat benne valami új, izgalmas dolgot, ami jó, a múltkoriban nem volt. Igen.